Békesség néktek! Isten igéjét a Mózes első könyvéből fogom felolvasni, a 15. fejezet első 6 verséből. Mózes első könyve 15. fejezetének az első 6 verse. Hát most nem fogunk felállni ebbe a szűkebb helyzetbe, úgyhogy hallgassuk így Isten előtt nyitott szívvel és tisztelettel adózva mégis az ő igéje iránt. 1 Mózes 15, 1-6. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban mondván: ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám: Uram Isten, mit adnál én nekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer? És mondta Ábrám: ímé én nékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ímé szól az Úr ő hozzá mondván: nem ez lesz a te örökséged, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivivé őt, és mondta: tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. És mondta néki: így lesz a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatik az ő néki igazságul. Imádkozzunk. Istenem, olyan alapvető és olyan fontos dolog, amit itt olvasunk. Kérlek téged, hogy tedd alapvetővé és fontossá a mi fejünkbe és a mi szívünkbe is, ebben az órában és innentől kezdve, örökkön örökké, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Elmondtam egy héttel ezelőtt, hogy egy másik igehirdetést szerettem volna akkor elmondani, de egy olyan ritka pillanatban voltunk együtt, amikor Ági néni is közöttünk volt, hogy eltértem akkor attól, amit szerettem volna mondani. Most azonban ezt hoztam el a testvéreknek. Egy nagyon fontos tanítást, egy nagyon alapvető tanítást. Vannak egy igehirdetőnek az életében olyan fordulatok, felismerések, amikor úgy érzi, hogy bárcsak az egész világ hallgatná az igehirdetését, és valahogy most én ezzel az igehirdetéssel így vagyok, bár máshol már mondtam el ezt, és akár felvételen hallgathatták, akik kísérik a szolgálataimat, de nagyon szerettem volna a saját gyülekezetemben is elmondani. Ha összekéne szedni 4 igehirdetést, vagy 5-öt, amit elmondhatnék, összefoglalva mindazt, amit eddig Isten nekem megmutatott, akkor a mai, az biztos, hogy közötte lenne, a mai tanítás. A megigazulásról szeretnék ma beszélni. Amikor azt a szót olvassuk a Szentírásban, hogy igazság, akkor arra a görög nyelvben 2 szó van. Az egyik szó az a valóság, a másik szó az pedig a megigazulás. A magyar nyelv mind a kettőt igazságként fordítja, és ez nem is nagyon mond ellene az eredeti jelentésnek, de amikor a Szentírás megkülönböztette igazságot igazságtól, valóságot megigazulástól, lelket szellemtől, akkor annak mindig van értelme. És ezért jó, hogyha mi is törekszünk arra, hogy érvényre juttassuk, kifejezzük, megmagyarázzuk azt, hogy mit jelent az egyik, mit jelent a másik. Az igazság, valóság értelme talán az a egyértelműbb. Az Úr Jézus mondja a samáriai asszonynak: sem nem ezen a helyen nem imádják az Istent, sem nem azon a helyen nem imádják Istent, hanem az igazi imádók szellemben és valóságban. Ez a helyes fordítás. Szellemben és valóságban. Tehát láthatatlan módon, szellemi módon, de tényleg, valóban imádják az Istent. Itt szerepel a valóság szó. Tehát az igazság, az igazi dolgok, az eredeti dolgok, a valódi dolgok. Egyetlen igazság van egyébként, Jézus Krisztus. Nincs más igazság. Ugye beszéltem erről, hogy a vírustól kell félni, vagy az oltástól kell félni, vagy Putyintól kell félni, vagy Zelenszkitől kell félni, vagy az oroszoktól, vagy az amerikaiaktól, vagy Orbán Viktortól, vagy Márki-Zay Pétertől. Tehát ezek
ezeket mi kigondoljuk, valaki erre teszi a voksát, valaki arra teszi a voksát, nem tudjuk az igazságot. Soha nem fogjuk talán kideríteni, hogy egy kínai laboratóriumban gyártották a vírust, vagy természetes módon jött létre és szabadult el. Tehát nem tudjuk az igazságot kideríteni. A románok mai napig úgy tanítják, hogy Mátyás király az román származású volt. És úgy lett a magyarok királya, tehát egy román ember volt a magyarok királya. Ezt tanítják, ez volt az igazság? Hát mi azt mondjuk, hogy nem. A románok az, hogy igen. Nem tudjuk kideríteni. Bár meg vagyunk győződve a magunk igazáról. Isten azt mondja, nem mondom el nektek, nem kötöm az orrotokra, hogy mi az igazság ezen a területen, azon a területen. Egy dolgot kötök az orrotokra, egy dolog biztos, az igazság Jézus Krisztus. Ha valaki volt, és ha valaki van, és ha valaki lesz, az Jézus Krisztus. Ha valakitől függ a mi megmaradásunk, az Jézus Krisztus. Nem Mátyás király, nem a politikusok, nem a gazdasági helyzet, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő az igazság. De most másik értelemben szeretnék az igazságról beszélni, méghozzá a megigazulás értelemben. És a megigazulás a mi életünkre, mindannyiunk életére nézve alapvetően fontos tanítás. Alapvető fontosságú tanítás. A kegyelem kétféleképpen nyilvánul meg. Az egyik megnyilvánulása az emberi oldalról történik. Hogyan tapasztalom meg, hogyan élem át a kegyelmet? Ezt mi úgy éljük át, hogy az Isten nekünk megbocsát. A kegyelemnek a másik megközelítése az Isten szerint való megközelítése. És ez a megigazulás. Mi általában csak a megbocsátás oldaláról látjuk, természetesen általában így látjuk, mert mi emberi oldalról kell lássuk a kegyelmet. És amikor én kegyelmet nyerek, akkor ezt úgy élem át, mint hogy átélte Barabbás a kegyelmet. Hogy ő nagyon jól tudta, hogy akasztófáról való bűnös, pontosabban keresztre feszíteni való bűnös. Ő nagyon jól tudta, hogy mit követett el, egy nemzeti hős volt, egy lázadó, és amikor mondták neki, hogy megölünk téged azért, amiért fellázadtál a római birodalom ellen, akkor Barabbás azt mondta, én vállalom ezt, én nem nemzeti hős vagyok. Én tudom, hogy ezt elkövettem, én tudom, hogy öltem, én tudom, hogy lázadó vagyok, és én odaáldozom magam Izraelnek a szabadságáért, Izraelnek az igazságáért. És várta a halálos ítéletet. És ugye volt egy ilyen törvény, kegyelmi törvény, a többi törvények felett. Mert a többi törvények azt mondták Barabbásnak, hogy meg kell halljál, Barabbás, biztos, hogy nincs kiútad. De ez a törvények feletti törvény, egy másik típusú törvény pedig azt mondta, hogy ünnepenként egy foglyot úgy el lehet bocsátani, hogy nem kell megtorolni a bűnt, amit az illető elkövetett. Nem a felét kell kifizesse az okozott kárnak, nem a tizedét kell kifizesse az okozott kárnak, halálbüntetés helyett nem korbács büntetéssel kell sújtani, hanem úgy elmehet, hogy nem kell semmit adjon érte. Elengedjük ünnepenként az egyiket. És ugye Jézus keresztre feszítés előtt előjött a kérdés, na melyiket engedjem el nektek? Jézust vagy Barabbást? Melyiket kívánjátok? Bekapcsoljuk a törvény feletti törvényt. Nézzük meg. És egyébként a törvény ellen Jézus maga nem vétkezett, de a törvény feletti törvény alapján mégis halálra lehetett ítélni. És noha Barabbás vétkezett, de a törvény feletti törvény miatt el lehetett engedni szabad. És van egy ilyen könyv, film, én elbeszélés kis tanmese formájában hallgattam, talán a nem is tudom, melyik köntösömre sorsot vetettek, lehet, hogy erről beszélek, majd aki ismeri, az ki igazít. Nekem csak így igehirdetésben hallottam, hogy elmesélték, de nagyon szemléletes ez, hogy könnyen el tudjuk képzelni, igaz, hogy Barabbás ki szabadul, fogadták ott a nemzettársai, családjai, örültek neki, és az a nagy tömeg, ami ott volt, és követelte az Úr Jézus halálát, az elindult megnézni azt, hogy hogyan
viszik véghez a kivégzést. És hát Barabbás talán természetesen érdeklődött afelől, hogy mi történik, hogy hova megy ez a tömeg. És így mindent megtudott lassanként, hogy miért is bocsátották őt el, hiszen talán nem tudta, hogy mi minden zajlik ott, de hát egy-két perc alatt elmondhatták neki, és amikor látta, hogy az Úr Jézust megfeszítik, akkor átvillanhatott az agyán. Na most nekem kéne ott lennem. De nagy szerencsém van, hogy kettőnk közül ő az, akit keresztre feszítenek, és kettőnk közül én vagyok az, aki nézem a másikat, hogy keresztre feszítik. Na ez a megbocsátás. Noha tudom, hogy olyan dolgot követtem el, ami halálra méltó, noha tisztában vagyok azzal, hogy méltó vagyok az ítéletre, a halálra, de nem én kell, hogy elszenvedjem, hanem a másik szenvedi el helyettem. És ez az, amikor a megtérésünkkor rádöbbenünk arra, hogy el kéne kárhozzak, el kéne vesszek. Vagy mindaz, ami az életemben nehézségek értek, betegségek, gyász, szegénység, szerencsétlenségek, tönkrement ez, tönkrement az, jogosan ért engem. Én méltó vagyok arra, hogy engem az Isten így büntessen, fenyítsen. És hogyha most megnyílni alattam az ég, és leszállnék a pokolba, vagy egy cserép a fejemre esne, és egész életemben nyomorék lennék, vagy elütne egy autó, vagy bármi nyomorúság történne velem, vagy elveszíteném a munkahelyemet, és nem tudnám kifizetni a gázszámlát, és eladósodnék, és a bank a nevére írná a házamat. Ha bármi történne velem, jogos az ítélete Istennek az én bűneim miatt. Nagyon sokszor, amikor ilyen szerencsétlenségért, én bosszús vagyok, nem tudom ti, hogy kezelitek az ilyet, én nagyon mérges vagyok, engem felbosszantanak a szerencsétlenségek. De nagyon sokszor így csitítom magamat, hogy Uram, én sokkal többet érdemelnék. Sokkal jobban meg kéne, hogy engem verjél. És erre én méltó vagyok, én tudom. Így is csak a töredékét hordozom el, és így is nem a büntetését, csak a fenyítéket. A büntetés megtorlás, a fenyíték nevelés. Gyermekeinket nem büntetjük, a gyermekeinket neveljük. Fenyítjük. Nem megtoroljuk a bűneiket, hanem próbáljuk őket kivezetni onnan. Isten soha nem büntet meg bennünket. A fiát büntette meg a mi bűneinkért a kereszten. Ez a kárhozat. Ez a megtorlás. Minket Isten nevel. És mi így éljük át a kegyelmet, megbocsátásként éljük át. Hogy az Isten megbocsátott. Tudom, hogy vétkeztem, ezt elkövettem ellened, Istenem, de a te kegyelmed engem megszabadított a bűn büntetésétől. Halleluja, meghalt értem Jézus Krisztus. Dicsőség neked, Uram, hogy nem én kell ott szenvedjek, hanem te szenvedtél helyettem a Golgotán, és én szabadon elmehetek. Köszönöm neked, Uram. Így éljük át a kegyelmet. Erről szólnak az evangelizációk. De az Isten oldaláról máshogy történik ez a dolog. Ott nem csupán megbocsátásról van szó. Arról is szó van természetesen, de ott még mélyebb a dolog. A megigazulás az egy jogi fogalom. A megigazulás az azt jelenti, mikor valakit a bíróság ártatlannak ítél. Tegyük fel, hogy van egy gyilkosság egy városban, kivizsgálja ezt immár a legfelsőbb fokú bíróság. Tegyük fel, hogy halálbüntetést rónak ki a gyilkosokra abban az országban, és ott ül valaki a vádlottak padján. És perlik, perbe fogják, és azt mondják rá, hogy te vagy a gyilkos. Meg kell, hogy halljál a te bűnödért. És nem mindegy, hogy ártatlannak ítélik, vagy bűnösnek ítélik. Tehát itt nem arról van szó, hogy 20 évig ülsz börtönbe, vagy 10 évig ülsz börtönbe, vagy 2 évig ülsz börtönbe, itt arról van szó, hogy vagy halálra fogunk ítélni, vagy szabadon fogunk bocsátani. Tehát nincs átmenet a büntetésben. Nem lehet pénzbírságra váltani. Nem lehet egy korbácsolással letudni, hanem vagy véged van, vagy elmehetsz. És a tárgyalásnak a végén az az eredmény születik, hogy
ártatlan vagy, elmehetsz. Teljesen igaz vagy. Erkölcsi igazolást állít ki Isten arról, hogy nem az történt, hogy rád bizonyítottuk, hogy gyilkos vagy, és miután megrettentél, hogy meg fogsz halni a te bűnödnek a következtében, azután kimondtuk, hogy na jól van, elengedjük a bűnt. Nem erről van szó az isteni bírósági teremben, testvérek. Hanem arról van szó, kihallgattunk téged, és rád bizonyítottuk, hogy teljes mértékben ártatlan vagy. Döbbenetes dolog. Ez a megigazítás. Igaznak nyilvánítalak. Ez nem azt jelenti, hogy tartoztál egy csomó pénzzel, megfizetted, és igazolást állítok ki arról, hogy a tartozásod rendben van, törleszve van. Nem ez a megigazulás. A megigazulás az, hogy te itt vagy, be vagy vádolva, és a vádak közül egy sem igaz. Nem történt ilyen. Nem vétkeztél soha egyszer sem. Értitek? Ez a megigazítás. Igaznak vagy nyilvánítva. Ezt onnan tudhatjuk, hogy az Isten így gondolkodik a megigazítás tekintetében, hogy a mi bűneinkről soha többé meg nem emlékezik. Nem azt mondja Isten, hogy vétkeztél, de helyetted meghalt Jézus. Van egy csomó bűnöd számon tartva, és van az Úr Jézus Krisztusnak az áldozata számon tartva. Mi számunkra így kell felfogni, testvérek. Nem rossz, ha így fogjuk fel, de az Isten nem így tekint ránk, hogy számon tartja bűneinket, és számon tartja annak az ellenértékét. Hanem a mi számunkra egy tökéletes behelyettesítése van az Úr Jézus Krisztusnak. Ránk néz az Isten, és Jézust látja. Átszkenneli az egész életét Jézusnak. Mikor szóltál egy rosszat, mikor tettél egy rosszat, mikor mondtál egy rosszat, mikor voltál engedetlen a szüleidnek, mikor csaptad be a boltos nénit, mikor nem csináltál meg egy megrendelést egy ácsmunkára, hol vétkeztél, mikor füllentettél egy icipicit, mikor csaltad el a parkolódíjat, és Isten azt mondja, Jézus, te sehol nem csaltad el a parkolódíjat. És értitek, ez a lényeg itt, amit olvasunk, hogy hitt az Úrnak, és tulajdonítaték ő néki igazságot. Tulajdonítaték. Isten rám néz, és azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És mi csak nézünk, és azt mondjuk, hát itt egy tévedés történt. Hát dehogy nem vétkeztem, hát dehogy vagyok én igaz. Hát kérem szépen, én vétkeztem, csak értem, meghalt Jézus. És Isten azt mondja, én nem emlékszem rá, hogy te vétkeztél volna. Én nem emlékszem rá. Nem tartja nyilván, elfelejtette. Nem találhatók meg a bűneink a mennyben. Az igaznak nyilvánítás azt jelenti, hogy tökéletesnek nyilvánítalak. Mintha soha nem vétkeztél volna. És testvérek, amikor Jézus a kereszten elkárhozott, rettenet élt hát. Tehát ott az ő összes jó cselekedetéből az Isten egyetlen egyet sem vett számításba. Csak a mi bűneinket látta rajta, értitek? Behelyettesített, ez a helyettesítő áldozat. Behelyettesítette Krisztusba mi összes bűnünket. És rajta látta az összeset. Nulla jó cselekedete volt Jézusnak ott. Nulla jó gondolata. Soha semmi jót nem tett. Semmi jót nem cselekedett. Így kezelte őt az Isten. Ránk vetette. Bűnné lett, nem bűnössé. Bűnné lett. Utálta az Isten. A mi bűneinket. Tökéletesen lesújtott és megtorolta a bűnt. Megbüntette a bűnt az Isten a kereszten. Teljes mértékben, 100%-ig. És amikor ránk tekint az Isten, azt mondja, hát ebbe bűnt nem látok. Ez a helyettes áldozat. Tökéletes csere. Az Isten így látja. Az Isten előtt ez történt. Különben velünk egy kicsit kegyetlenebbül kellene bánjon az Isten. És azt kéne mondja, hogy nagyon sokat vétkeztél, de azért, hát megbocsátok, azért Jézus mégiscsak elég jó helyre tett téged. Na jó, van, gyere be a mennybe, de azért nagy csibész vagy. Nem így áll hozzánk az Isten. Hanem mint a tékozló fiúhoz, hogy repült felé az atya.
hogy merészelt így örülni az apa a gyereknek? Hogy? Hát ki az az apa közülünk, aki így fogadná vissza a gyerekét, hogyha ennyi gosságot követett volna el? Lehet az én egyik fiam így jönne haza, 10 év csavargás után, kapna 2 nagy pofont, aztán megölelném. De annak példázatbeli apának esze ágába se volt pofont adni. Büntetést érdemelt volna a fiú, és az apukája megjutalmazta. Micsoda igazságtalanság! Törvény feletti törvény. Van gyűrű, van újabb vagyon, van ruha, van étel, van saru, van minden. Megjutalmazza, akit meg kéne büntessen. Milyen dolog ez, testvérek? Hát ilyen apa nincs a földön még egy. Ilyen apa csak a mennyben van. Mert ez a példázat nem földi apáról szól, hanem a mennyei apáról szól. Aki Jézus Krisztusban nem vett észre Jákobban hamisságot. Ismerjük Bálámnak ezt a proféciáját? Nem vett Jákobban észre hamisságot. De Bálák király felbérli Bálámot, hogy átkozz meg a zsidókat, és ez a Bálám, ez egy olyan ember volt, aki a szellemvilágban járatos volt. Mindannyian, akik itt vagyunk, rendelkezünk bizonyos szellemi képességekkel. Olyan ez, mint a sport vagy a zongorázás. Arra születni kell. És vannak olyan zenészek, művészek, rajztehetségek, sportoló zsenik, akik igazából nem is nagyon kell, hogy tanulják azt a dolgot, mert annyira a vérükbe, annyira a zsigerükbe van. És valaki úgy születik, hogy nagyon-nagyon közel van a szellemi világhoz. Hamar lát jelenéseket, hamar kap álmokat. Ilyen típus. Lehet ezt kapni utóbb is, de lehet így születni. Ezek szegények, amíg nem térnek meg, addig a negatív szellemvilág, a démonvilág nagyon sokszor megkeresi őket. De egyébként az isteni világ is. Hát nekik ez a terhük és az ajándékuk. Én például nem vagyok túlzottan érzékeny szellemi dolgokra. Amikor már nagyon erős egy szellemi hatás, akár az isteni, akár az ördögi, azt megérzem, de nem túlzottan kifinomult a szaglásom. De volt olyan testvér, akivel elmentünk egy ház előtt, és azt mondja, ebben a házban démonok laknak. Mondom, honnan tudod? Azt mondja, érzem. Megérzi egyből az isteni jelenlétet, és megérzi egyből az ördögi jelenlétet. Bálem egy olyan ember volt, aki nagyon közel állt a szellemvilághoz, és nagy utazásokat tett a szellemvilágba. Hát azok is közlekednek, társalognak angyalokkal, démonokkal, elmeditálgatnak, elmerengenek, bőjtölnek, megcsinálják azokat a dolgokat, amiket mi is megcsinálunk, csak ők a saját szellemi útjukat járják, ahogy ezt ők tanulták. Tudott átkot mondani Bálám. És Bálák ezt az átkot akarta kihasználni. Valós átkokat tudott mondani, mint hogy valós ráolvasások vannak ma is. Valós átkok vannak ma is. És amikor Bálám végignézett Izraelen, akkor a 4 beszédek közül a másodikban azt mondja, Isten nem lát hamisságot Jákobban. Nem vett észre bűnt Izraelben. Mikor ezt olvasod, ámulsz. Hát a pusztai vándorlásban vagyunk. Hát előtte arról olvasunk, hogy lázadtak Isten ellen, lázadtak Mózes ellen. Lázadtak Isten ellen, lázadtak Mózes ellen. Utána meg azt olvassuk, miután volt ez a bálámos történet. Lázadtak Isten ellen, lázadtak Mózes ellen. Lázadtak Isten ellen, lázadtak Mózes ellen. Csupa lázadás az egész nép. Tele vannak egy rakás bűnnel. Bálám ránéz, nem látok bennük bűnt. Megkapta Isten szemüvegét. Nincs rajta bűn, nincs rajta ítélet. Testvérek, a bűneinkről nekünk kell megemlékeznünk. Ez nem Isten dolga. Ez a mi dolgunk. Isten garantálja nekünk a Szentírásban sok helyen, és nem gyűjtöttem ki ezeket az igehelyeket, mert még szeretnék másra is rátérni, sok helyen garantálja Isten igéje, én a bűneitekről többé meg nem emlékezem. Biztos, hogy nem emlékszik. Akkor erről prédikáltam egy helyen, megkérdezte egy valaki, de hát akkor Isten mégis miért ítélje meg a bűneinkért? Kár, hogy akkor nem jutott eszembe, már akkor fáradt voltam, hogy természetesen
azokat a bűneinket, amiket még nem rendeztünk, azokat az Isten megítéli. Azokat az Isten megítéli. De ha te már rendezted a bűnödet, megbántad a bűnödet, az Isten eltörölte a te bűnödet Jézus Krisztus véréért, akkor ő soha neked nem fogja felhánytorgatni ezt a dolgot. A mi dolgunk az, hogy leüljünk, és számadásba vegyük azt, mert mi a megbocsátás oldaláról látjuk a kegyelmet. És mi kell, hogy emlékezzünk a bűneinkre, hogy alázatban maradjunk. Hogy tudom, hogy hajlamos vagyok a hazugságra, a lopásra, a hitetlenségre, a tiszteletlenségre. És magunkat emlékeztetjük, hogy nem akarok olyan lenni, mint voltam. És köszönöm, Uram, hogy megbocsátottál. És az úrvacsorakor emlékezünk elsősorban Jézus áldozatára, másodszorban a bűneinkre emlékezünk. De az Isten a mi bűneinkről soha meg nem emlékezik. Mint egy tökéletesek fogunk belépni a mennyek országába. És ha most jönne vissza az Úr Jézus ebben a pillanatban, akkor muszáj lenne ahhoz, hogy belépjünk a mennybe, hogy Isten teljesen tökéleteseknek lásson bennünket, különben ha van rajtunk csak egy picike-icike bűn is, a mennybe nem lehet bemenni egy icike-picike bűnnel. És ez azt jelenti, testvérek, ha ez így igaz, hogy mondtam, ha most mi a mennybe kerülnénk, és egy icike-picike bűnnel sem lehet bekerülni a mennybe, noha mi tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, nem arról beszélek, hogy nem, akkor bizonyos értelemben mi most tökéletesek vagyunk. És ez a bizonyos értelem, ez egy nagy evangélium. Hogy az Isten úgy tekint rád, mintha soha egyszer sem vétkeztél volna. Ez a megigazulás. Óriási evangélium. Mi a megbocsátás útján kell, hogy lássuk a kegyelmet, de tudnunk kell arról, hogy az Isten egy akkora nagy változást hozott létre a mi jogi helyzetünkben ő előtte, hogy minket ő nem megmosott bűnösöknek lát, hanem tökéletes bűnteleneknek lát, amilyen bűntelen Jézus. És az ő fiát a kereszten, nem a mennyben, a kereszten olyannak látja, hogy soha egyetlen jót sem cselekedett, csak gonosz, csak rosszat, ami összes bűneinket ő rávetette. És ami Isten haragja a bűn ellen, az két helyen lesz nyilván, két helyen nyilvánvaló. Az egyik a kereszt. Sőt, finomítanom kell. Az összes bűn egy kivételével rajta van a kereszten. És az Isten haragja még egyszer le fog sújtani. Egyszer lesújtottnak pénteken az ő fiára, a bűn feletti haragja, és még egyszer le fog sújtani a kárhozatban. Senki nem fog elkárhozni a bűnei miatt. Senki, mert Jézus a világ összes bűnét elhordozta, ezt jól tudjuk a Szentírásból. A világ összes emberének a jövendőbeli és a múltbeli és a mai bűneit Jézus Krisztusra vetette az Isten. Egy bűn van, Jézus így tanít minket, ez a hitetlenség. A hitetlenség. Ez a Szent Szellem elleni bűn, a hitetlenség. Egy bűn van, amit az Isten nem bocsát meg. A fiú káromlását is megbocsátja Isten. Bocsáss meg, Uram, hogy hitetlen koromban káromoltalak téged, ne haragudj, és Isten eltörli a bűnömet. De Isten a hitetlenséget nem bocsátja meg, ha valaki nem hisz az ő fiának a nevében. Az az ember bocsánatos. Tehát olyan nincsen, hogy ó, Uram, elkövettem a Szentlélek, Szent Szellem elleni bűnt, kérlek, bocsáss meg! Aki elköveti a Szent Szellem elleni bűnt, az nem tudja, hogy elköveti a Szent Szellem elleni bűnt, mert nem hisz. Az nem kér bocsánatot Istentől, mert nem hisz az Istenben. Aki odáig jut, hogy Uram, bocsáss meg nekem! Uram, úgy sajnálom, hogy vétkeztem ellened. Uram, én attól tartok, hogy elkövettem a Szent Szellem elleni bűnt. Hát, annak nagyon jó hírem van, hogy nem követted el a Szent Szellem elleni bűnt. Mert a Szent Szellem elleni egyetlen egy bűn, ami örök kárhozatra méltóvá tesz egy ember, hogy nem hisz az Isten fiának a nevében. Az ilyen ember nem megy az Isten elé. Az ilyen embernek nem fáj a bűne. Még dicsekszek is velé. Micsoda, Isten nekem ne dumáljon, hagyjanak békén. Aki elköveti a Szent Szellem elleni bűnt, a halálos bűnt, a kárhozatos bűnt, az majd akkor fogja sajnálni, amikor Isten rábizonyítja. Nem azért fog meghalni, mert megölte az anyját, vagy a gyerekét. Nem.
hanem mert nem hitt az Isten fiának a nevében. És aki hisz az Isten fiának nevében, az újjong, az dicsőíti az Urat, hogy megbocsátattak az én vétkeim. Tudod te nagyon jól, miket vétkeztél. Méltatlan vagy. És akkor Isten azt mondja, hogy szeretett gyermekem vagy, hogy soha nem vétkeztem. Így kezel engem, így tekint rám. Hát, testvérek, én elolvadok a megtiszteltetés feletti gyönyörűségtől. Hogy tud Isten így rám tekinteni? Hát ez egy lehetetlenség. Ez egy lehetetlenség. De ez a megigazítás. Én igazlak nyilvánítanak téged. Jézus Krisztus tökéletes áldozat a te bűneidért. Teljes mértékben elítéltem a te bűneidért. 100%-ban megbüntettem a te bűneidért. 100%-ban. És rajtad maradt 0% bűn. És az ő összes jó cselekedét 100%-ban neked tulajdonítom. Te vagy az én szeretett fiam. Ez a megigazítás. És Krisztus ránk adja az ő hófehér ruháját, testvére. Micsoda megtiszteltetés, micsoda kegyelem, igaz? Hogy szerethet így az Isten? Hogy foszthatja ki magát ennyire? És öltöztethet fel bennünket ennyire az üdvösségnek a ruhájába? Ki az, akinek ilyen az eszébe jut? Az én Istenemnek jut ilyen eszébe. Az én Istenemnek. És meg is csinálta ezt. És én tökéletes vagyok az Isten előtt, drága testvéreim. Hála adással magasztalom az ő nevét. Ő úgy kezel engem, mintha soha egy bűnt sem követtem volna el. És csak azért röstellem magam, mert tudom, hogy vétkeztem. És sajnálom is, és szégyellem magam, hogy vétkeztem. Te lenyűgöz az a gyengétség, hogy Isten engem befogad az ő országába. Itt a földön a szentek közé, és majd örökkön-örökké oda állt. Ez az evangélium, ez a kegyelem. Jézus Krisztus 100%-os elégtétele a bűneimért, és az én 100%-os felszabadításom a bűneim alól. És még két fontos dolgot el szeretnék mondani, picit tovább lépve annál, mint amit eddig tanítottam erről a témáról, azért, mert ezek még nagyon hozzátartoznak, és az Úr így bontja ki bennem ezt a dolgot, és lehet, hogy majd egy év múlva, 10 év múlva még többet tudok erről elmondani. Az egyik, hogy ez az ige, amit felolvastam, hogy az Isten tulajdonítatta, és hitt az Úrnak Ábrahám, és tulajdonítatik néki igazságul, ez le van még írva az Új Szövetségben 3-szor. Róma 4:3, Galata 3:6, és Jakab 2:23. Jakab 2:23. Ezt szeretném felolvasni, ez fontos, ez a Jakab 2:23. Beteljesedett az írás, amely azt mondta, hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Így ír Ábrahámról Jakab. Jakab. Nagyon fontos ez az egész szakasz itt. A 20. verstől olvasom, egy picit lássuk a szövegösszefüggést. Jakab más fénybe állítja ezt az igét, mint Pál apostol a Római és a Galata levélben. Jakabot más dolog érdekli. Több érdekli, mint Pál apostol. Pál mélyebb, de Jakab tovább lép, távolabbra lát. A kettő együtt adja ki a jó megoldást. De jó, hogy a Bibliánkban így együtt van. Azt mondja, a 20. résztől, 20. fej, bocsánat, Jakab 2:20-tól, akarod-e tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedeték nélkül megholt? Ha vagy Ábrahám, ami atyánk nem cselekedetekből igazítatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely azt mondta, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatik néki igazságul, és az Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy a cselekedetekből igazul meg az ember, nem csupán a hitből. Tehát Jakab nem azt mondja, hogy az volt a végkifejlet, hogy az Isten igazságul tulajdonította Ábrahámnak azt, hogy hitt ő benne,
hanem azt mondja, hogy amikor a fiát Izsákot áldozatul vitte, akkor teljesedett be az, hogy hitt Ábrahám az Istennek. Az, hogy hitt Ábrahám az Istennek, az csak előkészített valamit. Az, hogy ő az Isten előtt elnyert egy tökéletes pozíciót, az csak előkészített valamit. Ebből ez nagyon fontos. Pál erről beszél. Hit által igazul meg az ember, és nem cselekedetek által. És semmit nem tehetsz azért, hogy az Isten azt mondja rád, ez az én szeretett fiam, és ő benne gyönyörködő. Csak hihetsz ezért. És Pál erről beszél. Nehogy azt gondoljátok, hogy a cselekedetekért, az adományaitokért, az imaházba járásotokért, a szép énekhangotokért, a mosolyotokért, a szolgálatotokért, vagy bármi másért Isten elfogad benneteket. Csak hit által. Erről beszél Pál. És arról beszél Jakab, hogy ez a hit által való megigazulás, ez valós dolog, ez egy igaz dolog. De ez be kell teljesedjen. Hogy teljesedik be az, hogy én igaz vagyok az Isten előtt? Hát, hogy igaz módon cselekszem. Akit az Isten igaznak fogadott el, azt el kell kezdjen igaz módon cselekedni. Azt kell kijöjjön belőle, amit az Isten beletett. És ha nem az jön ki belőle, akkor ő hiába mondja azt, hogy én megtértem és újjászülettem és átadtam a szívem Jézusnak. Ha nem látszik rajtad, hogy te igaz vagy, akkor te nem vagy igaz. Hát akkor most a cselekedetek által igazodunk meg? Nem cselekedetek által igazodunk meg. A sorrend nem az, hogy cselekedetek és hit, hanem a sorrend az, hogy hit és cselekedetek. És nem elég, Jakabtól tudjuk, nem elég igazzá válni az Isten előtt. Nem elég kegyelmet kapni az Isten előtt. Nem elég belépni az Isten országába. Nem elég megigazulni, nem elég csak hinni. Hanem azt mondja Jakab, hogy az, hogy te hiszel, az be kell teljesedjen. És úgy kell cselekedjél. És együtt kell munkálkodjon a hiteddel a te cselekedeted. Mit mond az Isten itt a 1 Mózes 22.9.12-ben? Amikor feláldozza a fiát Izsákot Ábrahám. Hogy pedig eljutának arra a helyre, amelyet Isten néki mondott, megépíti ott Ábrahám az oltárt, és rárakta a fát, és megkötözte Izsákot az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. És akkor kiáltott néki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám. Ő pedig felelt, imhol vagyok, és mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre. És ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen ednek, én érettem. Halljátok, mit mond Isten? Most már tudom, hogy istenfélő vagy. Hát amikor Ábrahám hitt, akkor nem tudtad, Uram, hogy istenfélő? Nem tudtad, hogy a hite az igazi? Hát Uram, te nem azt nézed, ami a szívben van? Azt mondja Isten, én nem azt nézem, ami a szívben van. Nem. Azt nézem, ami a kezedben van. Azt nézem, amit csinálsz. Hát akkor te cselekedetek alapján ítélsz meg minket, vagy a hit alapján ítélsz meg minket. És Isten azt mondja, én a hitből való cselekedetek alapján ítéllek meg benneteket. Beteg voltam és meglátogattatok. Szomjas voltam és innom adtatok. Éhes voltam és ennem adtatok. Ez cselekedetekből való megigazulás? Nem cselekedetekből való megigazulás. Ez a bizonyíték annak, hogy hiszel. Ha te nem hiszel, nem fogsz az árváknak enni adni, nem fogsz a szegényeknek segíteni, nem fogsz jó cselekedetekkel előjárni. De ha hiszel, akkor biztos, hogy fogsz. Mi bizonyítja a hitedet? A cselekedet. Isten ítélhet minket a cselekedeteink alapján? Igen, ítélhet, mert azok a gyümölcsök. Miből fakadnak ezek a gyümölcsök? Hitből fakadnak. Ha hiszek, lehetek gyümölcstelen? Egyáltalán nem! Hirdeti Jakab, és hirdeti Gál Lajos. Nincs olyan, hogy te megtértél, újjászülettél,
aztán elkövetsz egy csomó disznóságot, és azt mondod, hogy Jézus úgyis meghalt, értem, azt majd bemegyek a mennybe. Ilyen nem létezik. Akkor te elkárhoztál, neked meszeltek, neked véged van. Megtértem, újjászületem, és termem az igazságnak a gyümölcseit. Ha vétkezem, mert van ilyen sajnos, én is vétkezem, akkor megbánom, megyek az úrvacsorához, megemlékezem Jézus véréről és testéről, elszégyellem magam, és azt mondom, bocsáss meg, Uram, és fogadj vissza engem, és tegyél engem igazzá. Isten nem akkor mondja, amikor Ábrahám hisz, hogy és elfogadja őt Isten igaznak. Most már látom, hogy te igaz vagy, és Isten félő. Nem. Hanem amikor Ábrahám azt a hitét, amely volt a szívében, és amit sajnos aztán megtagadott és ellenmondott neki, mert elvette a szolgálót, és gyereke született, besegített az Istennek, és Ábrahám hitt, és Ábrahám nem hit szerint járt el. Pont olyan volt Ábrahám, mint mi. Hitt, aztán meg nem hitt. De csak beteljesedett, Isten csak rávezette, csak odáig segítette, hogy bizonyíts be a te hitedet. És amikor bebizonyította, akkor mondta, na most beteljesedett a hited. Most látom, hogy hiszel, most bebizonyítottad, hogy hiszel, hogy komolyan gondolod, hogy nem csak szórakoztál, hogy nem akarsz ingyen élővé válni az ingyen kegyelem által. És Ábrahám egy kicsit zögykölődött ezen az úton, és nem simán ment az útja ebbe az irányba. És Péter apostolnak se simán ment, és a te utat se simán vezet a mennybe. Hittem, újjászülettem, és akkor azóta boldog vagyok és győztes. Hát a csodát sokszor veszítesz, de Isten hozzásegít téged a hitednek a cselekedeteihez. És hadd beszéljek még egy másik gyümölcséről is. Hogy mit jelent még ez, hogy mi megigazultak vagyunk, hogy az Isten tökéletesen betudta Jézus Krisztus áldozatát. Ehhez szeretnék egy igét felolvasni a Máté evangélium a 6. fejezetéből, ugye a hegyi beszédről van szó, Máté 6. Jól ismerjük ezeket az ige verseket. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. 14-től így folytatja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Szóval, amikor így Isten igaznak nyilvánít valakit, óriási nagy kötelezettséget hárít rá az Úr. És azt mondja, oké, most akkor rendezted a kapcsolatot velem, és élvezheted a te szabadságodat, a te igazságodat, és tényleg szeretlek, és befogadtalak, és az én gyermekem vagy, és nem kell semmit tenned érte, hinned kell csupán, örvendezned kell bennem, megvigasztallak, megnyugtatlak, eltörlöm a bűneidet. De egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot követelek tőled, ahogy én tekintek rád, muszáj, hogy te úgy tekints az emberekre. Muszáj. Tudjátok, van az adós szolgának a példázata, aki nagyon sokkal volt adós az úrának, elengedte neki, és akkor amikor kiengedték, akkor nyakon ragadta azt, aki neki kevéssel tartozott és szorongatta, és amikor megtudta ezt a gazda, akkor azt mondta, na, tegyétek vissza a börtönbe. Mert amit én csináltam vele, hogy elengedtem az adósságát, ő nem adta tovább. És erre Isten nagyon érzékeny, amikor mi egymásnak nem tudunk megbocsátani. Amikor egymásnak nem tudunk megbocsátani, az annak a jele, hogy mi nem vesszük komolyan, nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy az Isten törvény feletti törvénnyel 0%-ban tart bennünket bűnösnek. Mi ezzel nem vagyunk tisztában. Tehát ha én tudom azt, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus helyettes áldozat az én vétkeimért, hogy én teljes mértékben tökéletes vagyok az Isten színe. Ha én tudom ezt, érzem ennek a súlyát,
ennek a megbocsátásnak az örömében járok. És látok egy testvért, aki ellenem vétkezett. Mielőtt még bocsánatot kérnem, már elengedtem a szívemben a tartozását. Ha Isten nem így bánna velünk, hogy már elengedte a tartozásunkat, ha nem végeztetett volna már el, ha Jézus Krisztus nem halt volna már meg 2000 év a bűneinkért, akkor minden megtérés olyan lenne, mint egy kérvény Isten előtt. Uram, légy szíves, bocsáss meg, ha lehetséges. Isten elolvasna a kérvényt, gondolkodik. Nézzük meg a családi hátterét, a szociális rászorultságát, kicsit a jövőjét, a múltját. Megbocsássak, ne bocsássak, megért. Akkor lenne tétje. A megtérésnek nincs tétje jelenleg. Mert Istenem nem múlik. Csak rajtad múlik. Csak rajtad. Az Isten előre mondja, amint jössz hozzám, abban a pillanatban megbocsátok neked. Nem kell leperelnem a peredet, ez már rég le van perelve. Nem fogok gondolkodni azon, befogadjam, ne fogadjam be. Értitek? Jézus Krisztus vére egyszer mindenkorra a világ összes emberének összes bűnét megbocsátotta már réges-régen. És Isten csak vár, hogy végre belépj az ő kegyelmébe. És Isten kötelez téged arra, hogy amint valaki bocsánatot kér, rögtön megbocsáss, és ez azt kell, hogy előfeltételezze, hogy te már a szívedben régen készen vagy a megbocsátásra. Régen ott van előkészítve a saru, a gyűrű és a ruha. Sok-sok tékozló fiaknak, akik a közeledben élnek, családtagjai, gyülekezeti tagok, szomszédod, főnököd, legnagyobb ellenséged, ha ma éjjel becsönget hozzád, felver, betöri az ablakodat, belép, és azt mondja, nem tudtam aludni a bűnbánattól, bocsáss meg nékem, beosztottam, bocsáss meg nékem, rokon, bocsáss meg nékem, kedves testvérem, akkor ami egyetlen egy dolgunk, hogy kinyitjuk a szemünket, és miután 4/10 másodperc alatt tisztáztuk, hogy nem betöréses gyilkosságról van szó, hanem bűnbocsánat kérésről, akkor az 5/10 másodpercben azt mondjuk, megbocsátottam neki. Már így kész van, miért nem jöttél hamarabb? Tehát testvérek, Isten 100%-ban megbocsátott nekünk, tökéletesen igazok vagyunk a színe előtt, különben nem léphetnénk be az ő országába, tudnunk kell ezt, de a bűneinkre emlékeznünk kell. Tehát nem intézhetjük el ezt a kegyelmi dolgot úgy, Isten nem emlékezik meg a bűneimről, akkor én sem. Tehát ezt nem szabad így elintézni. De tudnunk kell arról, hogy Isten nagyon-nagyon-nagyon szeret bennünket, és tökéletesen megbocsátott nekünk. Ez biztos, ez kijelentés, ez a hívő élet alapja. És ebből kell fakadjon a szentség, az igazságos cselekedetek, ahogy Jakab tanítja, Ábrahám példáján keresztül, és hogy Ábrahám is eljutott végtére és odáig, hogy igaz dolgot cselekedett, és ebből fakad másodszorban a megbocsátás. Hogy kész vagyok bárkinek, bármikor, bármilyen bűnt megbocsátani. Hát az Úr áztasson minket, drága testvéreim, az ő igazságában. Ma hallhattátok az igazságnak a beszédét, ami egyrészt a valóság beszéde, másrészt pedig a megigazulásról szóló bizonyságtétel és tanítás. Amen. Amen.